A nap a két favorit párharcához indult. A Balmazi város a hagyományosan mérkőzik meg. Ellenfelünk hiába vezetett 3 találattal. Végül 12-12-re mentettük a mérkőzést. A Berettyóújfalu és a Nádudvar az előjelek alapján nem tartozott az esélyesek közé. Ennél tudatában a Balmazi város és a Hajdúnánás egyaránt igyekezett megszólni a másik két együttest. Előbb a Hajdúnánás 17-7-re verte a Nádudvart. Nehezen indultunk a mai napon. Az első mérkőzésen nagyon kapkodtunk és sok zicserünk kimaradt, de mentettük a menthető X-re, visszahoztuk a mérkőzést. Teljesen más lett a helyzet azzal, hogy X-eltünk a Hajdúnánás ellen, hiszen ha győzünk, akkor egyértelműen elég lett volna csak a két, akár egy gólos győzelem is, így azonban a gólarányra is rá kellett menni. Milyen taktikai utasítással küldte így a pályára a játékosokat? A taktika az volt, hogy minél több labda szerzés legyen, és minél több lehetőleg kihasznált gólhelyzetünk legyen. Muszáj volt ezt bevállalni, ez nagyon sok futással jár, nagyon sokat kellett dolgoznunk mind védekezésben, mind támadásban. Aztán következett egymás után két balmazi városi mérkőzés. A lányok mindent elkövettek annak érdekében, hogy a két találkozó után tekintélyes gólkülönbséget harcoljanak ki. Talán emiatt is kissé remegett a kezdők a találkozó elején. A Berettyóújfalu ellen 38-4-re nyertek lányaik. Majd rögtön jöhetett a Nádudvar elleni mérkőzés, ahol hát jobban megszóltuk őket, mint a Hajdúnánás. 26-7-es győzelmünk után másik riválisunknak 43 gólos különbséggel kellett megterhelni a Berettyóújfalu kapuját. A második mérkőzésünket szoros emberfogással kezdtük, és sok gólt értünk el, 38-4-re nyertünk. Játékkal meg voltam elégedve mind a második, mind a harmadik mérkőzésen. Úgy néz ki, hogy megtettünk a második, harmadik mérkőzésen mindent, most a szerencse is kell. Most izgulnak a lányok? Igen, izgulnak. A negyedik korcsoportos diákolimpia országos döntőjét Debrecen kapta a rendezési jogot, ami azt jelenti, hogy itt a megyei győztes automatikusan a legjobb 8 csapat között van. Nos, végül pontosan 43-mal győzött a Hajdúnánás. Így ők már kvalifikálták magukat a debreceni döntőbe. A Balmazújvárosi általános iskola diákjaira még vár egy találkozó, melyet győztesen kell megvívniuk ahhoz, hogy képviseltessék városunkat az országos döntőben. Országos negyedikek lettünk 2 évvel ezelőtt, most szintén törekszünk ugye mindenféleképpen érmes helyet elérni, hogyha bejutunk. Szeretnénk megköszönni a Balmazújvárosi Általános Iskola intézményvezetőjének, Molnárné Kismáriának, hogy támogatta azt, hogy hazai környezetben szerepelhessünk, és Veres Margit polgármesterasszonynak, hogy vállalta a rendezést, jogát.